Bár az elmúlt néhány hét időjárása csapadékosan alakult a tavalyi év történelmi, aszályos időszaka rámutatott arra, hogy takarékoskodni kell a vízzel. Erre irányul a vármegye jelentős részét lefedő ivóvíz szolgáltató törekvése is. Hüse Péter a Nyírségvíz ZRT vízellátási üzemvezetője 35 perc című műsorunkban azt mondta, az ágazat üzenete meghallgatásra talált. Tapasztalatai alapján ugyanis a háztartások egyre tudatosabban használják fel az ivóvizet. Mi azt szoktuk mondani, hogy és volt egy korábbi szlogenje a víziközmű ágazatnak, a bármikor megengedheted magadnak, ez így is van, de ahhoz, hogy ez így maradjon, ezért a szükségesség elvét szeretjük hangsúlyozni. Tehát bármikor megengedhetjük magunkat, de annyira, amennyire szükségünk van. A pazarlást mindenféleképpen felejtsük el. Erre szerencsére a médiában nagyon sok felületet kapunk arra, és nem csak mi, hanem a társzolgáltatók, a hatóságok, hogy megfelelő fórumokat nyissanak erre, megfelelő üzeneteket tudjunk küldeni, hogy tényleg csak abban a mennyiségben merüljön fel a vízfogyasztás, amennyire szükségünk van. Gondoljunk csak bele, hogy ma már a modern ö, konyhaeszközök, ö, háztartási eszközök is mind-mind a víztakarékosságot helyezik, arra helyezik a hangsúlyt, és ennek mi nagyon örülünk. Ezt látjuk is az értékesítési adatainkban, hogy kezdenek a felhasználók nagyon-nagyon tudatosan vízfelhasználást vételezni. itt. Az a nap, hogy ne kelljen öntözni a kerti növényeket, takarékossági szempontból ezt is érdemes napnyugtakor, vagy még inkább hajnalban végezni, akkor ugyanis jóval kevesebb öntözött vízvész kárba a kisebb elpárolgásnak köszönhetően. Emellett az is hasznos és költséghatékony megoldás, ha a háztartások a locsolásra szánt mennyiséghez külön vízmérőt igényelnek öntözés az a sajátossága, hogy ha ezt napközben nagy melegbe végezzük, a, a kilocsolt, kiöntözött víznek a nagy mennyiség az elpárolog azonnal, nem pedig a, a, földbe kerül. Azt tudom javasolni, hogy a hajnali órákban használják ezt az öntözést. Az öntözéssel kapcsolatban ki kell még emelnem azt a lehetőséget, amelyet társaságunkat kat kereshetik a felhasználók, ez pedig az, az úgynevezett locsolási mérőnek a, az igénylése. Ez lehetőséget ad arra, hogy utána a mérő után szennyvíz ö, D nem kerül fel számolásra, kizárólag az elhasznált víznek a mennyisége utáni vízdíjat kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy két vízmérője lesz annak, aki öntözésre is használja Pontosan. Van egy főmérője, ami az, az ingatlan összvíz felhasználását méri, és van egy locsolási mérő, ami kizárólag a locsolást méri. Ez a víz, ez csak erre a locsolásra használható fel. Hűse Péter hozzátette, a locsolási vízmérő használata a lakosság számára finanszírozási szempontból előnyös, a szolgáltató számára pedig azért, mert így a már korábban használt, majd megtisztított víz hasznosul újra.